Sziasztok! Zombori Zita vagyok, és 2012 óta foglalkozom tulajdonképpen coachinggal, akkor kezdtem ezt tanulni, azért, mert úgy gondoltam, hogy azt a fajta tudást, azt a fajta tapasztalat mennyiséget, ami bennem van, azt illetve összegyűjtöttem, azt nagyon szívesen adnám át másnak is. Azóta tanultam a coachingnak mindenféle formáját, és néhány évvel ezelőtt felfedeztem az asztrozófiát, ami tulajdonképpen nem más, mint a csillagok bölcselete. Sok-sok ezer évvel ezelőtt is foglalkoztak már a csillagok útmutatásával, már Egyiptomban is akkor kezdtek bele egy háborúba, akkor kezdtek el egy kereskedelmi tevékenységet, hogyha a csillagok ehhez tulajdonképpen jóváhagyást adtak. Hát ezt a csillagbölcseletet hoztuk át a mai nyugati társadalomba, ami nem azonos a nyugati asztrológiával. Az asztrológiát magát, amit most a nyugati országokban használnak, az 2500 évvel ezelőtt Babilonban a papság tulajdonképpen határozta el, vagy mutatta meg, és tanítják a mai napig. De a nyugati asztrológia csak a zodiákus jegyekkel dolgozik, mi pedig a csillagképekkel magukkal. Miután a 2500 év az egy nagyon hosszú idő a mi életünkben, sőt, az emberiség életében is. Ez az asztrológia, ezek a zodiákus jegyek beolvadtak a mi kultúránkba, tehát eltekinteni az ő magyarázatuktól nem tudunk, de hogy egy kicsit beljebb is haladjunk, nem csak az a fontos, hogy hogy gondolkodik a mi egónk a mindennapokban, amit leír a zodiákus, hanem az is, hogy hogyan vélekedik, hogyan érez a lelkünk, és az hogyan fejlődik életről életre, illetve életen belül is, és ez egy spirális fejlődés, olyan spirális fejlődés, hogy minden évben megteszünk egy kört, mint ahogy a nap minden évben megteszi az útját a kóstól, egészen a hal a csillagképnek a végéig. Ezen a tanfolyamon, ahogy olvashattátok a honlapon, tulajdonképpen a csillagok bölcseletével, az ő időtlen bölcsességükkel fogunk foglalkozni, azzal, hogy mit sugnak meg nekünk, hogy kik vagyunk, mit olvas le belőlünk a környezetünk, mit sugárzunk ki magunkból öntudatlanul, hogy honnan jöttünk, milyen képességeket hozunk magunkkal erre az életre, és merre fele haladunk. Erre szeretnénk benneteket a legnagyobb szeretettel meghívni, és ebbe a világba szeretnénk benneteket minél jobban és minél hamarabb bevezetni. Hogy miért? Azért, mert aki ennek a bölcseletnek a birtokába kerül, az sokkal hamarabb tud eljutni A-ból B-be. Azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy ezek a kanyarok ilyen hosszúak, vagy ilyen nagyok, vagy ilyen kis picikék. És tulajdonképpen ezzel a fejlődéssel, ezzel a belső tudással időt tudunk magunknak spórolni. Szóval várunk benneteket szeretettel, és bízunk benne, hogy találkozunk nem sokára. Sziasztok!